Október vége volt, az időjárás mégis nyárias, mintha augusztus lenne. De a falevelek tudták, hogy ősz van. Sárgán, pirosan és barnán hullottak le a fákról. És mindent láttak, ami azon az őszön történt. Látták, hogy fiatalok vonulnak az utcára, 20 éves fiúk és lányok. A falevelek látták, ahogy a tömeg egyenlőtt, akkora lett, mint a tenger. Több mint 100 000 boldog, vitakodó ember. Később a falevelek fegyverek hangját hallották, és azt látták, hogy fiatal fiúk és lányok tankok ellen harcolnak kézi fegyverekkel, és sokan meghalnak közülük. A falevelek a magasból nézték Budapestet, a lerombolt hidakat, ledőlt házfalakat, és a szabadságukért harcoló magyarokat. Egyszer csak látták, hogy elmennek a harckocsik. Talán vége a harcnak, talán győzött a forradalom. Újra reményt és örömet láttak az emberek arcán. 5 napig tartott a nyugalom. Aztán a harckocsik újra megjelentek. A falevelek fázósan kivebe húzták össze magukat a hideg, sötét novemberi napokban, mert látták, hogy senki sincs biztonságban. Félelmet láttak az emberek arcán. Látták, hogy a magyarok harcolnak még a szabadságukért, de a szovjet harckocsik erősebbek. És látták, hogy sokan a pincékbe bújnak, sokan megsebesülnek és meghalnak. Véletlenül vagy harc közben, gyerekek, fiatalok, felnőttek. És a falevelek azt is látták, hogy a harcolók sehonnan nem kapnak segítséget. Aztán a falevelek látták, hogy sok ember börtönbe zárnák. Látták azt is, hogy sok-sok ember vonatra száll, és örökre elhagyja a hazáját. A szabadságharc elbukott. Mi is történt 1956. októberében? Nem történt más, mint egy hatalmas, vörös lobogós Góliát árnyékában felmert állni, piros-fehér-zöld, kivágott címerek zászlajával, egy kis Dávid. Léri Tibor szavaival ajánlom figyelmükbe a 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak műsorát. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma. Egyúttal az első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a nép akarat. A suhancok forradalma, mondták. Mától kezdve a suhanc szó szent előttem. Évek óta kétségbe este figyeltem a magyar ifjúságot, ájultan hallgatott. Október 23-án felállt, és helyreütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapomat előtte. Úgy, ahogy kívántam és kértem és reméltem, 1848 ifjúsága után most támadta hazának egy 56-os ifjúsága is. A műsorra a diákokat felkészítette Piller Csaba. Hangpróba 1-2, 1-2, 56, 68, 2006. Itt az emlékezet adó. A rádió középhullámán 20-12-es megahertzig fogható, míg a rövid hullámon mindenhol. Köszöntjük kedves hallgatóinkat itt és a távolban. Megkezdjük műsorunkat. Kapcsoljuk a helyszínt,
egy budapesti bérházra Moskvincéjéig. Az időpont 1956 késő össze. Éhes vagyok, van valami? Csak kenyér van, meg pár kordon. Már unom, egy hete aktatlan. Te nem voltál otthon? Nem merek hazamenni, anyám megnyúlta. Nagy veszekedés volt, hogy felejtettem. Mindig elé. Meglett a gépisztolyt, aztán el akarta bánni. Sírt, hogy agyon lőnek, meg hogy a családod is kinyírják. Én 3 napja éjszaka hazamentem. Hál' Istennek mindenki aludt, csak a húgom ébredt fel, mikor pár ruhát összeszedtem. De rendes volt és csendbe maradt. Hú, de jó tettem! Anyám szilvás gombócot csinált meg borsóleves. Még most is torog a nyálam. Te mikor voltál otthon? Még az elején, amikor a csizmást ledöntöttük. Apám még a gyárból hoztak lángvágókat, mert a teherautók nem bírták ledönteni azt a rohadt szobrot. Jó későn értünk haza, néztük a csillagászokat. Tudjátok, akik a vörös csillagokat verték le az életetekre. Rég láttam a támad olyan boldognak. Azt mondta, hogy mindenki mindent újra kezdhet. Úgy tűnik, ez nem jött be. Október 23-án a kommunista pártvezetés ellen a diákok által meghirdetett békés, budapesti tömegtüntetés először a Bem szoborhoz, majd este a parlamenthez, utána pedig a Magyar Rádió épülete elé. Ekkor már kb. 50 ezer fő lehetett. A sötétben a kivendényelt katonák lövöldözni kezdtek a levegőbe, amíg az ÁVH katonák támadásként értelmeztek, és tüzet nyitottak a tömegre. Sokan súlyosan megsérültek, de a felkelők hajnalra elfoglalták a rádió épületét. Este 9:30 körül a Dózsa György úti Sztálin szobrot letöltötték. Elrekészülő lobogók, fiúk sejjéző, fogállás, fiatalok, fosúzóta, más helyen szinten megjövődé. Amelyben az ávósok a fegyvert cserpézték, azt mind kilőttük. Nem mindez. Azt eddig is egy olyannal vittük be a kórházba. Zombiát találták el és nagyon vértek. Nem tudtam mással elhárítani. A dévény meg a Tálasi is ott haltak meg. Tálasival egy pár hete még együtt pakoltuk a biológia szertára. Ott hülyéskedett a koponyával, hogy lenni, vagy nem lenni. Aztán most meg nincs. Nem, rohadt ez az egész így. Mi közük a ruszkiknak ehhez? Na megérdemlik, amit kapnak, mert nekünk van igazunk. Október 24-én a szovjet csapatok bevonultak Budapestre. Választul a város központján barikádokat emeltek.
A Bem laktanyából és a Timót utcai fegyverraktárból nagy mennyiségű fegyverzsákmányoknak a felkerők, és megkezdődtek az utcai harcok. Másnap a szovjet csapatok visszafoglalták a rádió épületét. Válaszul tüntetők tömege az országház elé vonult, ahol az AVH mesterlövészei tüzet nyitottak a tüntetőkre, amit a szovjet harckocsik egyik része is támogatott. A vérengzésnek 61 halálos áldozata is több, mint 300 sebesültje volt. Erre még több fegyveres felkerülcsoport alakult, és újult erővel támadásba rendültek a szovjet csapatok és az AVH egységek ellen. Ezt nem lehet megszokni. Egy napig nem hallottam, mikor a Dózsa-György úton egy harckocsi belerőlt a mellettünk lévő házba. Még most is csend a füle. De aztán adtunk nekik. Jól befűtöttünk a koktéllal. Arra nem is emlékszem. Ez hol volt? Ott a körtélnél, reggel 5-6 körül. Mindig akkor jönnek. Hogy ezek sohasem alszanak? Ezt a viccet a múltkor hallottam. Tudod, hogy miért támadnak az utcik hajnalban? Mert az óvodások későn kelnek. Jó, mi? Az már biztos is, hogy az óvisok jó kis koktélt kevernek. Ja, a kordin köziek megetetik őket a dobtárassal, mi meg megitatjuk egy kis meleg koktéllal. Nagyon jól működik az a Molotov koktél. Mi is legalább 10 tankot kinyifantottunk. A Laci ennek a nagymestere. Besénys, ő volt a legjobb dobó. Molotov koktél. Egyszerű, házilag is elkészíthető fegyver, az utcai harcok tankerhárító eszköze. Az üvegpalackba beültünk, majd rongyalakot vannak az üveg szájában. A rongyot megnyújtva a cél felé dobjuk, ami egyből lángba borul az üveg összetörte után. Tényleg, Lacival mi van? Nem tudom. Utoljára a szénatérnél voltunk együtt, mikor amnestiát hirdettek meg, hogy tegyük le a fegyvert. Nagyon ki volt borulva, hogy ő aztán le nem teszi. Azóta nem láttam. Sasa? Nem, de a Sárosi azt mondta, hogy a János kórházban látták. Valahonnan szereztek egy teherkocsit, de hát azt a Laci nem tudta vezetni. Pedig az apja szolgálati fogadáját már vezette, de hát a teherkocsi az más. Valami csecsemő otthonba szállítottak tejet, de az utcik rájuk közben. Ők megkaramboloztak. De nem komoly, csak a kezem van vezetve. Nem, ha vége lesz ennek, keresek én is valami működő kocsit valamelyik telepen. Aztán elép a külkörbe. Sopronig elmegyek vele, aztán ott hagyom. A kereket leeresztem, hogy el ne lopják, a kulcsot meg kintről visszaküldöm. Nehogy már azt higgyék, ezek tolvaj vagyok. És az iskola. Majd kint befejezem. Iskola ott is van. Október 27-én Nagy Imre új kormányt alakított, tűzszünetet hirdetett és tárgyalásokat kezdeményezett a szovjetekkel. Másnap reggel a szovjet megállapodás ellenére támadást indított a kormányköznél. Valéter Pál ezredes és katonái átálltak a felkelők oldalára és visszaverték a támadást. Nagy Imre esti rádióbeszédben általános amnestiát ígért a felkelőknek, valamint a szovjet csapatok kivonását Budapestről és az AVH feloszlatását. A harcok végleg elcsidultak, a szovjet csapatok zöme elhagyta Budapestet, majd visszavonultak a vidéki laktanyákba. Ez valahol itt volt, a lövőház visszatérőt. Ott lakik a hildemén, hozzájártam, ahol imádtam a fényhúzgatot, meg a színeket. Amikor odaértem, Hilda néni mindig németül köszöntött, egy kettőt és egy kis forró csokival tudnál. Állítólag a háború előtt a berlini főharmonikusoknál volt laborista, és bejárta az egész világot. De ő erről sosem beszélt. Azt hittem, 28-a után vége lesz. Ezekkel sosem lesz vége, míg együtt van belőle. Mindig minden megállapodást megszernek. Alattomosak és kegyetlenek. Még a rohadt húzik is segítik őket. A határon is átadtak valami Cifra nevű zongoristát a családjában. Mindenkinek börtön. Még a 8 éves fia is 8 hónapot kapott.
még egy gyerek is. Nem csoda, hogy molotov koktél gyártanak. Mit vársz tőlük? Régen is ilyenek voltak. Apám mesélte, hogy a dédiéknél karcagon még a padlást is lefosztotta az lábú. Mindent elvittek, ami lehető. Nekik meg nem hagytak semmit. Tudom, hogy kihúzták a következő betakarításig. De erről nem beszélnek, mert félnek. Azt mondják, még a falnak is füle van. Spészli meg, mint a fűszál. Jobb is, ha nem pofázol, ha jót akar. A fölöttünk lakott is elvitték családostól. Mi a Karintin lakunk társbérletben. Karinti vakbottyán sarok. Nagy bérpalota volt. Már most is az, csak nagyon romos. Már le is lakták. A régi tulajdonos a Májarék laktak fölöttünk. Az övéké volt az egész ház. Két hónapja értük is jött az álló. Valami nagy fejes kinézte a lakásukat. Fél órát kaptak, hogy egy bőrönnyi ruhát visszaadjanak, aztán vitték is őket. Hogy hová, azt nem tudni. Én aludtam, anyám mesélte ebédnél, hogy ez valami kiteletítés. Kiteletítés. Alaphely kényszerű, erőszakkal történő elhagyása. Október 30-a. Az AVH-sok az érvényben lévő tűzszünetet felhúzták. Így a köztársaság téren a harcok ismét zsúfoltak. A sebesültek elszállítására érkező mendősöket az AVH-sok agyonlőtték. Két nap múlva a szovjet katonai egységek körbezárták a repülőtereket, és újabb csapatok haladtak Budapest felé. Ismételten béketárgyalások kezdődnek, de közben Malétert és a delegációját letartóztatják a szovjetek. November 4-én hajnalban az ország egész területén megindult a szovjet támadás. Reggel 5 óra 20 perckor a Kossuth rádióban Nagy Imre mondta el a következő drámai beszédét. Imre vezető a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényi magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közben a szolgál működővel és a világ közvéleményével. A nagy átverés. Az Amerikai Egyesült Államok támogatásával működtetett Szabad Európa Rádió a magyarországi események fő tudósítója volt ezekben a napokban. A november 4-i szovjet támadást követően a rádiócsatorna folyamatosan kitartásra biztatta a fegyveres felkelőket, és a nyugat várható katonai segítségéről beszélt. De senki nem segített. A Szegő már biztos kint van. A Szegő is meghalt. Micsoda? A Szegő karek? Mikor? Már egy hete. A kordingozni egy lebesz levitte mind a két lábát. Nem volt se kötszer, se orvos. Gyorsan elvérzett. Otthon tudja? Nem hiszem. A csorba danáruzálta le a szemét. Ki? A történelem tanár csorba? Én azt hittem, az is egy kommunista. Mindig balhézott mindenkivel. Még veled is, mikor az apádat elvitték. Ez igaz, de végig velünk harcolt. November 5-én szétvertek minket a ruszkik. Menekült, aki csak tudott. Tényleg, és az apáddal mi van? Semmi különös. Mióta kiengedték, egész nap a konyhában ül, és a falat bámulja. Nem szól senkihez. Anyám is hiába kérdezi, nem válaszolt. Csak egyszer. Mikor azt kérdezte, milyen volt bent, azt felelte, miért, milyen volt kint. Ja, végül is mindegy, hogy a rács melyik oldalán vagy. November 5-én a szovjet csapatok egyszerre három irányból támadták a fővárost. A Kilián laktani és a Korvin közi harcosok eleinte visszaverték őket. Azonban az óriási túlerővel szemben két nap múlva összeomlottak a vidéki,
majd a budapesti ellenálló központok. November 7-én hajnalban Kádár János és a kormányának tagjai szovjet harckocsik kíséretében megérkeztek Budapestre. Ellenforradalomnak nyilvánították az októberi eseményeket. Börtön és szörnyű megtorlás várt az ellenállókra. Bevezetik a rögtönítélő bíráskodás és a gyors kivégzés. Nagyon kell pisilnem, de nem mered ki meg. Hát jobb is, már még ártatlan, hogy általának a ruszkik. Most mindenkire vadásznak. Pedig valahogy is jön. Én a helyadban nem tanném. Pedig muszáj. Mi lesz, ha vége lesz? Nem tudom. Már semmi nem lesz a régi. Lehet. Azt hiszem, nagyon félek. Jugi, én is. Meddig kell még újtálnunk? Itt a pincében nem találnak meg. 4 napja a képzőművészeti pincében előttek egy harmadéves festő, pedig puska se volt nála. Én már 2-szer is megúsztam, mikor a pince ablakon másztam ki. Akkor is... Csend! Mi ez? Én nem hallottam sem. Futás! Észrevettek! A következő 3 évben mintegy 400 embert végeztek ki a forradalomban való részvételért. 21.668 személyt börtönöztek be. 16-18 000 főkét börtönöztek. Lehetővé tették fiatalkorú amerikai és a halálbüntetés kiszabását, mint Mansfeld-Péter esetében. Több száz fő szovjet hadbírósági eljárás során végeztek ki, mintegy 860 ember a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba deportáltak. Most tárjuk ki lelkünket, és fogadjuk szívünkbe a mártírok emlékét. Köszönjük, hogy megtiszteltek a figyelmünkkel, és hogy velünk töltötték az elmúlt perceket.
elhúztunk, hiába unkabél. Légy híve rendületlenül, madárnak ó magyar. Ez éltetőd, ha elbukál, pontjával lehet akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra elég. Ágyon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. A Békesi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió Kb., valamint a 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakközi Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény műsorában közreműködők nevében köszönöm szépen.